kedves nézőink, csak ülök és kérdezek, folytatódik a sorozat, és ezúttal Magyari Gáborral beszélgetünk. A témánk pedig nagyon érdekes, hiszen 11 év után megtörte a csendet az ESA, az Európai űrügynökség, és újra űrhajósokat toboroz. Hát ez nagy szó, miért volt ilyen nagy a csönd? Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit, én is bemutatkoznék néhány mondatban, mielőtt válaszolnék erre a kérdésre. Én Magyari Gábor vagyok, az Európai űrügynökség magyar delegációjának emberes űrrepüléssel foglalkozó programbizottságának a tagja. Alapvetően a szakterületem a hivatásos kereskedelmi pilóta képzés, illetve a fejlesztés, valamint az űrhajós kiválogatás és kiképzés. Hogy miért kellett ennyit várni, vagy miért volt nagy a csönd? Hát nem volt szükség egyelőre űrhajósra, tehát hogy a felmerülő igényeket a jelenlegi asztronauta állomány az abszolút ki tudta szolgálni. Most viszont a következő 15-20 évben hatalmas igény lesz arra, hogy minél több ember repüljön a világűrben, az Európai űrügynökség színeiben. Ennek a mostani meghirdetett pályázatnak az egyik érdekessége az az, hogy bizony handicappel élők jelentkezését is várják, tehát itt ugye a angol nyelvű megfogalmazásban úgy szerepel, hogy akinek a lábfeje vagy egészen a térdéig esetleg protézissel él, az is jelentkezhet most űrhajósnak. Hát ez nagy szó és érdekesség. Így van, abszolút, tehát összesen három kategóriára lehet bontani azokat az asztronautákat, akiket mi jelenleg keresünk. Az egyik ilyen kategória az a főállású asztronauta, amit karrierasztronautának nevezünk, a második kategória az a tartalékos állomány, ami tulajdonképpen a projekt asztronauta, akik szerződéses viszonyban fognak majd repülni esetleg az ESA színeiben, és a harmadik kategória pedig, amit már említettél, ez az úgynevezett para asztronauta. Ugye ők olyan, ez egy teljesen új program, ez egy teljesen olyan történet, amivel eddig még az Európai űrügynökség sem foglalkozott, illetve hogyha megnézzük az emberes űrrepülés történelmét, nagyon nem volt arra példa, hogy olyan űrhajost küldtek volna a világűrbe, aki valamilyen mozgásszervi korlátozással rendelkezik. Most sőt, pedig... hát azért legyünk őszinték, hát, és most akkor áruljuk el, hogy persze. Ugye a te édesapád az a Magyari Béla volt, aki ugye az első kiképzett magyar űrhajós volt, hát náluk még a szemüveg se volt megengedett, nemhogy testi fogyatékossággal élők jelentkezéséről esett volna szó akkor, és eltelt 40 év. Így igaz, rendkívül szigorú egészségügyi követelményeknek kellett megfeleljen a két magyar űrhajós, Magyari Béla és Farkas Bertalan, viszont most már maga a technológiai fejlődés, ugye a tudománynak a fejlődése, nagyon sok időt töltöttünk már a világűrben az utóbbi 40-50-60 évben, úgyhogy most már van egy akkora tapasztalat, van egy akkora tudás, amelyik meg megengedi azt, hogy egyre tovább tágítsuk azoknak a spektrumát, akik eljuthatnak a világűrben, és az idei ESA válogatásnak pedig pontosan ez az üzenete, hogy a világűr mindenkié, akár te is lehetsz űrhajós. És hát tegyük hozzá, hogy itt nem feltétlenül akkor vadászpilótákat keresnek, mint annó, hiszen bár édesapád is ledoktorált, de hát jóval a űrrepülése után. Ma pedig már azért több diplomás űrhajósokról beszélünk. Így van, most leginkább úgy lehetne ezt legjobban megfogalmazni, hogy kutató-tudós űrhajósokra van szüksége az Európai űrügynökségnek, mégpedig azért, mert jelenleg a Föld körül keringő egyetlen extraterrestriális laboratórium, ugye a Nemzetközi űrállomás, az pont azért jött létre, hogy különböző kísérleteket, tudományos eredményeket érjünk el annak fedélzetén. Na most természetesen a vadászpilóták, a pilóták azok nagyon széles látókörrel rendelkeznek, különböző képességekkel. Természetesen ők is meg tudták tanulni ezeknek a kísérleteknek az elvégzését, és a repülés hőskorában ők maguk is el tudták ezeket a kísérleteket végezni, és megfelelő módon tudták ezeket az eredményeket prezentálni később a Földön. Viszont ma már az űrrepülés, az emberes űrrepülés, az egy olyan szakmává nőtte ki magát, hogy nem elég az, hogy mi elutazunk a világűrbe, akár a Nemzetközi űrállomás fedélzetére, hanem nekünk ezeket a kísérleteket minőségileg kell tudni végrehajtani, és esetleg a fönt a kísérletezés közben felmerülő problémákat pedig ott a helyszínen megoldani különböző kreatív megoldásokkal, és ezért is kellenek olyan űrhajósok, akik már rendelkeznek olyan tudományos háttérrel, olyan szakmai háttérrel, ami megköveteli azt, hogy ilyen bonyolult és komplex projektekben részt tudjanak vállalni.
Na de azért akkor gondolom, itt nem elsősorban a politológusokra, meg nem a egyiptológusokra lesz szükség. Hát ki tudja, attól függ, hogyha felfedezünk esetleg egy olyan bolygót, ahol vannak ősi civilizációk, akár még őrájuk is szükség lehet. Viszont most jelenleg, igen, teljesen jó a kérdésed. Ugye olyan diplomásokat keresünk, akik úgynevezett MSc diplomával rendelkeznek, és ez azt jelenti, hogy természettudományban, matematikában, informatikában, illetve egészségügyben jártas szakembereket keresünk elsősorban. Tehát a humán beoltottságú szakemberekre természetesen szükség van, viszont valószínűleg nem ők belőlük lesz kiválogatva, nem ők belőlük lesznek majd az első űrhajós jelöltek a idei kiválogatás során. Mennyire jelentkezőre számítotok egyébként? Nagyjából úgy kell nézni, hogy 9-10 ezer közé lehet tenni a jelentkezők számát, mármint azoknak a jelentkezőknek a számát, akik átesnek majd az adminisztratív fázison. Ugye azt lehet tudni, hogy a kiválogatásnak 6 fázisa van, amiből az első az adminisztratív fázis. Ugye az adminisztratív fázis során semmi más nem nézünk, mint hogy megfelele az alapvető követelményeknek, adminisztratív követelményeknek az űrhajós, úgyhogy nagyjából mi 9-10 ezer olyan jelentkezőre számítunk, akik valóban alkalmasak arra, hogy aztán a kiválogatás többi fázisán végigmenetelve kiválogatásra tudjanak kerülni. Magyaroknak milyen esélyeik vannak ebben szerinted? Magyarként én úgy gondolom, hogy nagyon erős a mezőny, ugye, hogyha megnézzük az Európa összlakosságát, és ugye számításba vesszük azt is, hogy több mint 22 tagállama van jelenleg az Európai űrügynökségnek. Itt azért azt lehet látni, hogy mi, mint magyarok, ugye ezzel a 9-10 milliós nagyságrendünkkel természetesen elég alacsony esélyekkel indulunk, ugye mi kis államnak számítunk, akár egy Németország, Franciaország vagy Anglia mellett. Viszont azt azért lehet látni, hogy maga az Európai űrügynökség most nem 3 vagy 4 asztronautát szeretne kiválogatni, hanem több mint 20 asztronautának a kiválogatását tervezi. Ez azt jelenti, hogy a karrier asztronauták körébe 4-6 jelentkezőt szeretnének majd kiválogatni, illetve a projekt asztronauták körében pedig 20-22 jelentkezőre számítanak, vagy olyan jelentkezőre, aki aztán valóban el tudja kezdeni a tréninget. Úgyhogy itt a nagy számok miatt itt azért lehet arra számítani, hogy mi, mint Magyarország, lehet, hogy mint a projekt asztronauta kategóriába akár egy jelentkezőt el tudunk juttatni. Most ugye alapvetően az európai űrhajós válogatásról beszélünk, de tavaly azért szóba került Magyarországon is, hogy esetleg lesz újra magyar űrprogram, emberes űrrepülés. Természetesen létezik egy törekvés részünkről arra, hogy a úgynevezett magyar kutatóűrhajós programot elindítsuk. Jelenleg ezzel kapcsolatban még részletekkel nem tudunk szolgálni. Azt tudjuk mondani, hogy mindenki, aki bármilyen módon szeretne részt venni az emberes űrrepülésben, akár a magyar állami projektet nézve, vagy akár az Európai űrügynökség részéről, ő mindenféleképpen jelentkezzen erre a felhívásra most, ami ugye az Európai űrügynökségnek a felhívása. Ez egy nagyon jó tréning lehet azoknak a számára is, akik esetleg nem felelnek meg, vagy kiesnek a kiválogatás folyamán, ugyanis látják, hogy miből áll egy űrhajós kiválogatás, és már felkészülve tudnak nekiindulni a magyar emberes űrrepülés remek hirdetett kiválogatása is majd a jövőben. Férfiak, nők, kik jelentkezzenek? Bárki, bár most leginkább egyébként az ÉZA válogatásban nők jelentkezésére várunk. Ugye szeretnénk egy nagyon divers csapatot építeni, ami azt jelenti, hogy férfiak és nők nagyjából egyenlő arányban legyenek ennek részei. Úgyhogy nagyon remélem, hogy nagyon sok olyan női jelentkező van, aki érez magában elég kalandvágyat és erőt arra, hogy ezt a 18 hónapon átívelő kiválogatást végigcsinálja, és büszkén viselhesse a magyar zászlót. Azt lehet már mondani, hogy a most kiválogatásra kerülő űrhajósok között ott lehetnek az első Marsra indulók is? Természetesen, tehát ugye ezt már előre leszögeztük, hogy a karrier asztronauták lesznek majd azok, akik a komplexebb és a föld körüli pályát elhagyó küldetésekben fognak majd részt venni a jövőben, úgyhogy a karrier asztronauták közül kerül majd ki valószínűleg az első európai ember, aki a Hold felszínére fog lépni, és az első európai ember, aki pedig a Mars felszínére léphet.
A 60-as években ugye a holdnak az elérése az egy, hát egy politikai cél volt igazság szerint, ugye egy űrversenyben zajlott ez az egész történet. Most a 21. század második évtizedében mi hajtja az embereket és a tudósokat abban, hogy a holdra visszamenjenek, illetve a Marsra szálljanak elsőként? Hát azt szoktuk mondani, hogy most elindult a második űrverseny. A második űrversenynek pedig a katalizátora az nem anno a hidegháború során fellépő fegyverkezés és államok közötti, nagyhatalmak közötti verseny, hanem ez sokkal inkább ez egy industriálisabb, egy kereskedelmi versenyről beszélünk. Tehát itt a űrnek a hasznosítása, a kereskedelmi hasznosítása a leginkább a cél, illetve vannak különböző környezetvédelmi pozitív hatásai is ennek. Ugye szeretnénk a Földön létrejövő, vagy a Földön jelenleg folyó káros tevékenységeket kiszervezni távoli égitestekre, a világűrbe, és ezzel megóvva a Földünket. Ugyanis nyilvánvalóan a Hold felszínén, hogyha letelepítünk egy károsanyag kibocsátást megvalósító gyárat, akkor az nem fogott olyan károkat okozni, mint itt esetleg a Földön. Úgyhogy ez is egy törekvés, természetesen a kereskedelem, ugye az űrbányászat, a nyersanyagoknak, ugye új nyersanyagforrásoknak a feltérképezése, energiatermelés, ugye mindez az, ami előre lendíti ezt a második űrversenyt, ami most elkezdődött az utóbbi években. Most, hogy ezt mondtad, én azon gondolkodtam így, hogy most siettem haza, hogy ugye még a kijárási tilalom előtt hazaérjek, ugye az emberek várják az oltást, tehát ez egy érdekes dolog, tehát először egy normális hétköznapot kéne már összehozni, nem? Lehetséges, bár én erre meg azt szoktam mondani, hogy az emberiség történelmében a történelmi lépésekre sosem lesz ideális idő. Tehát sosem mondhatjuk azt, hogy annyira minden rendben van a saját házunk táján, hogy megszüntettük az éhezést, a szegénységet, hogy aztán már csak az a problémánk, hogy kijutunk-e a világűrbe. Ahhoz, hogy mi előre haladjunk, az természetesen áldozatokkal jár, természetesen nagy energiabefektetéssel jár, viszont ilyenkor úgy kell gondolkoznunk, hogy ha összességében nézzük az emberiség hasznát ezeken a projekteken, akkor mindenféleképpen megéri előre haladni, ugyanis teljesen más lesz majd a társadalomnak a felépítése a következő 20 évben, vagy ha 20 évet meghaladóan, és egy olyan fejlődésnek lehetünk most tanulni, amiből mindenki profitálhat egyenként, teljesen mindegy, hogy most jelenleg hogyan telnek a hétköznapjai. A jövőt illetően, hogyha az európai űrkutatásra gondolunk, ugye európai űrhajósokat válogatnak, de igazából nincs űrhajója Európának. Így van, jelenleg az Európai űrügynökség, mint egy kormányközi szervezet, ami természetesen nem azonos az Európai Unió űrügynökségével, ez nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, hogy az ESA-ban, tehát az Európai űrügynökségben a tagállamok, azok nem az Európai Uniós tagállamok automatikusan, hanem ez egy teljesen szabad kormányközi, európai kormányközi szervezet. Igen, mondjuk el példának, hogy ugye Magyarország több mint 10 éve tagja az Európai Uniónak, még a ESA-nak lényegében 3 éve. Így van, pontosan. Ugye a teljes tagságot 2015-ben szereztük meg, illetve hogyha megnézzük azt, hogy nagyjából 3 évre tehető az, amikor elkezdtünk részt vállalni a különböző opcionális programokban, és elkezdtük kinyitni az ollónkat, és kinyitni a kosarunkat arra, hogy a magyar cégek, a magyar vállalkozások is egyre nagyobb részt tudjanak vállalni ugye ezekben a projektekben. Na most ugye jelenleg az ESA-nak nincsen, valóban nincsen emberes űrrepülési képessége, tehát hogy nincsen semmilyen olyan űreszköze, amivel ember tudna juttatni a világűrbe, úgyhogy ezeket különböző szerződések útján valósítja meg. Ilyen szerződés lehet például egy NASA-val kötött szerződés, egy Roscosmos-szal kötött szerződés, vagy pedig egy JAXA-val kötött szerződés, akiknek meg természetesen megvan az eszközük arra, hogy embert juttassanak a világűrben, és természetesen azokkal az űreszközökkel fog ez majd megvalósulni, amivel éppen az adott küldetést végre kell hajtani. Ugye most, hogyha itt egy példát említenénk, ugye most fog majd repülni megint a Space
SpaceX-nek a Crew Dragon járműve, ahol ézás űrhajósok is lesznek a fedélzeten, és ott most például ott konkrétan nem egy Soyuzzal fognak repülni, hanem a SpaceX Crew Dragonnal. Hát akkor, hogyha bérelt kocsival vagy bérelt űrhajóval megyünk a világűrbe mi európaiak, akkor most lényegében a mostani űrhajós kiválogatáson átjutott emberek és kiválasztásra került emberek mire fognak felkészülni? Igen, ugye, ahogy említettük is, és leginkább egyébként a karrierasztronautáknak a halmaza az, ami leginkább definiálja azt, hogy mit is jelent most űrhajósnak lenni 2021-ben. Ugye itt tulajdonképpen ez egy hivatás lesz. Ez olyasmi, mint a hivatásos kereskedelmi vagy közforgalmi pilóta. Ugye amikor egy hivatásos közforgalmi pilótát képzünk, akkor őt nem egy adott típusú repülőgépre képezzük ki, hanem arra képezzük ki, hogy ő közforgalmi pilóta lesz, aki majd elhelyezkedik egy olyan légitársaságnál, ahol majd konkrétan kiképzést fog kapni egy bizonyos típusú repülőgépre. Most itt mondok egy példát, a Ryanair az Boeing 737-es repülőgép típusokat üzemeltet, tehát ott egy frissen felvett első tisztő majd arra fog típusjogosítást kapni. A Wizz Air az Airbus 320-321-eseket üzemeltet, egy frissen felvett pilóta pedig arra fog képzést kapni. Ugyanez a helyzet az űrhajós képzésben is. Tehát akit kiválogatunk majd űrhajósnak az Európai Űrügynökség programjában, ő első körben fog kapni egy 12 hónapos úgynevezett basic traininget, egy alapképzést, amiben megtanulja mindazokat az alapokat, és elsajátít mindazokat az alap képességeket és kompetenciákat, amik ahhoz kellenek, hogy a képzés következő fázisaiban, amikor kijelölik majd őket egy konkrét küldetésre, akkor ott felkészülhessenek majd az adott űreszközre, az adott űreszköz típusra, és azzal tudják végrehajtani a feladataikat. Úgyhogy itt összesen azt lehet mondani, hogy a kiképzés az három fő fázisra osztható. Az első fázis az a basic training, itt a teljesen alapvető orientációs kompetenciákat kapják meg. Itt ugye beszélhetünk nyelvi kompetenciákról, ugye tovább finomítják az angol nyelvtudást, tovább finomítják az orosz nyelvtudást, illetve ugye a másik fontos történet itt, hogy itt megtanulnak csapatban dolgozni, elsajátítják azokat az alapvető tudáselemeket, amik kellenek ahhoz, hogy ők űrhajósok legyenek, tehát tanulnak az ESA-ról, tanulnak a NASA-ról, a Roscosmosról, az űrhajózás történelméről, égi mechanikáról, csillagászatról, navigációról, rádióiránymérősről, tehát minden olyan dologról, ami azért egy űrhajósnak általánosságban tisztába kell lennie. A képzés második fázisában mi történik? Ott már konkrétan azokat az eszközöket tanulja meg használni, amit az Európai Űrügynökség használ vagy fejlesztett ki. Ugye azt tudnunk kell, hogy ugye elmondtuk, hogy az Európai Űrügynökségnek jelenleg nincsen olyan űreszköze, amivel ember tud feljuttatni földkörüli pályára vagy a világűrbe, viszont vannak olyan eszközei, ami jelenleg földkörüli pályán kering. Ugye az egyik ilyen az a Columbus modul, amelyik a nemzetközi űrállomáshoz kapcsolódóan, ez egy kísérleti modul állomás, azaz ESA-nak a fejlesztése. A másik ilyen jó példa például a Boeing Orion űreszközhöz egy service modult fejlesztett ki az ESA, és az is egy teljes mértékben ESA fejlesztés, úgyhogy ezeket az eszközöket, ezeket a mechanikákat, ezeket technológiát megtanulják használni a képzés második fázisában, és ezután jön a harmadik fázis, viszont itt van mindig egy szünet, tehát itt azt kell mondani, hogy a második fázis után majd lesz egy nagyobb szünet az űrhajósok számára, úgyis hogyha valamilyen oknál fogva még nem lesznek kijelölve egy konkrét küldetésre, akkor itt ők most várni fogják azt, hogy egy konkrét küldetés megtalálja őket. Majd miután megtörtént a kijelölés egy konkrét küldetésre, és tudjuk, hogy a küldetésen belül mondjuk egy Soyuz űrhajót fogunk használni, vagy egy Space Dragont, vagy egy Boeing Orion-t, akkor arra az adott űreszközre fogják megkapni majd a harmadik fázisban a képzést, illetve ugye, hogyha itt most egy konkrét küldetésről beszélünk, annak van egy célja, van egy objektívája, hogyha az kísérletezés a nemzetközi űrállomáson, akkor a harmadik fázisban tanulják meg konkrétan azokat a kísérleteket végrehajtani, amit a misszió során végre kell hajtani, hogyha az adott misszió vagy küldetés egy holdra szállás, vagy egy marsra szállás, akkor pedig természetesen az ezzel kapcsolatos tudást, kompetenciákat fogják elsajátítani a képzés harmadik fázisában, úgyhogy nagyjából ezt így kell elképzelni, tehát valaki, aki űrhajós lesz, annak ez lesz a hivatása, és a következő 15-20 évben
ezzel fog foglalkozni főállásban. Igen, ezt akartam mondani, hogy akkor ezek itt évek, évtizedek akár, tehát itt aki most kiválasztásra kerül, az ne egy-két évben gondolkodjon, hanem akkor ez egy lényegében egy életre szóló dolog. Hát ha most arra gondolok, hogy mondjuk Neil Armstrong ugye azt hiszem 28 éves volt, amikor a Hold felszínére lépett, akkor hát bőven ezek a űrhajósok ugye 30-40 évesek lesznek, amikor eljutnak mondjuk a Marsnak a felszínére, hogyha a mostani ütemterveket nézzük. Így van. Igazából azt azért látjuk, hogy magába az űrutazásba, hogyha élettanilag nézzük, azért sokkal jobban szeretik a középkorú egyéneket, vagy középkorú űrhajósokat, mégpedig azért, mert ők már átestek a fejlődésüknek az első szakaszán, és még nincsenek benne olyan életszakaszban, amikor meg már az emberi szervezet ugye elkezd szépen lassan elfáradni, vagy most nem szeretném azt a szót használni, hogy leépülni, de hogy mondhatjuk elkezd, akkor azt elkezd, igaz, Gábor, hogy a vagányság már, a vagányságot már kinőtték, a demencia meg még nem kezdődött. Pontosan akár lehet ezt is mondani, bár ez nem zárja ki ugye azt, hogy ne lennének idősebb űrhajósok, ugye, hogyha John Glennt nézzük például, vagy hogyha azt nézzük, hogy a mostani kiválogatásnál is a maximális életkor az ugye 50 év, tehát ez nem kizáró tényező feltétlen, de ugye itt az a lényeg, hogy egy olyan ideális, normális, kiegyensúlyozott állapotba, életciklusba legyenek az űrhajósok, ahol tulajdonképpen nem kell feltétlen azzal szembesülniük, hogy az egészségügyi alkalmasságuk az veszélybe kerülhet. Ugye, mondok itt ugye példát, ugye, hogy még jelenleg, hogy az ember mondjuk 18 éves és 30 éves kora között, azért ott nagyon sok minden kiderül. Ugye ott nagyon sok minden még változik, ugye ott még betegségek jöhetnek, betegségek mehetnek. Ugye ott olyan 30-40 év között azért, hogyha ott már beállt egy életminőség, beállt egy kiegyensúlyozott életvitel, akkor azt lehet nagyjából tartani ebben a 10-15 évben. Tehát, hogy a 30 és 45 év között, 30 és 50 év között ott nagyon szépen lehet ezt tartani. És ez is, amit elvár egyébként az ESA. Tehát a jelentkezők között ugye nagyon sokan mondták, hogy én nagyon jó fitness edző vagyok ekkora izmokkal, hogy akkor biztos én alkalmas leszek. Nem feltétlen az az alkalmas jelentkező. Mi olyan jelentkezőket keresünk, akik kiegyensúlyozottak. Átlagos testfelépítésük van, átlagos izomzattal, átlagos keringéssel rendelkeznek, kiegyensúlyozott és átlagos életet élnek. Ugye ez azért nagyon fontos, mert egy űrhajósnak nyugodtnak kell tudnia maradni, és folyamatosan meg kell őriznie a teljesítő képességét, akár abszolút extrém körülmények között is. És hogyha valamiből nekünk sok van, több van, mint az átlag, akkor az lehet egy hatalmas hátrány egy extrém helyzetben. Mi lesz a te feladatod a űrhajósokkal? Találkozol-e velük? Hát én nagyon remélem, hogy lesz lehetőségem találkozni az űrhajósokkal. Az Európai űrügynökség delegációinak tagjaként tulajdonképpen nekem konkrétan az űrhajósokkal feladatom ebbe a vonatkozásban most nincsen. Itt nekem igazából csak a tájékoztatás a legfőbb feladatom ebben az egész dologban. Viszont természetesen ez nem zárja ki azt, hogy maga a delegáció az folyamatosan nyomon követi majd a kiválogatást, és nyomon követi majd a képzést is, illetve a későbbi űrrepüléseket is, hát a jelenlegi programokat is napi szinten követjük. Úgyhogy természetesen az ezzel járó feladatok, azok mindenféleképpen ott vannak, és elvégzésre kerülnek. Most erről így részletem ilyen pontosan most így nem tudnék nyilatkozni, de nagyjából így kell ezt elképzelni, hogy nyomon követjük, és természetesen ismerjük őket, kommunikálunk velük, beszélünk velük, tudjuk, hogy mi a feladatuk, és itt magyar részről a delegáció részéről igyekszünk az ESA work plan-jébe is valamilyen inputot adni, hogy valamilyen irányba elmenjen, hogy mi is lesz az Európai űrügynökség következő stratégiája. A kiképzett magyar űrhajós fia nem kíván a űrbe menni? Hát természetesen én is eljátszottam a gondolattal, mint a testvéreim is, hogy mi is nagyon szeretnénk kijutni a világűrbe. Most a jelenlegi helyzetben én úgy gondolom, hogy az is egy hatalmas megtiszteltetés, az is egy történelmi feladat,
hogyha valakit az ajtóig el tudunk juttatni, kezet tudunk vele fogni, és szemébe tudunk nézni, és azt tudunk neki mondani, hogy jó utat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy maga az űrrepülés az egy akkora csapatmunka, ahol akár 10-12 ezer embernek az összehangolt munkája kell ahhoz, hogy valaki feljusson a világűrbe, és benne lenni egy ilyen csapatban, az már felér azzal, hogy az ember kijutott a világűrbe. Magyari Gábor, köszönöm szépen, sok sikert, kíváncsian várjuk az első magyar űrhajós jelölteket ebben az ESA programban. Kíváncsi vagyok rá, hogy kik fognak jelentkezni, és kik jutnak át esetleg a szűrőn. Én is nagyon szépen köszönöm.